Nehéz volt kiválasztani a legjobb pályamunkákat a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság alkotói pályázatán. Az egyik legkreatívabb alkotás a Szegletes Dávid, Elekes András, Szlobodics Zalán által készített mozaikkép volt, mely a harmadik korcsoportban első helyezést ért el. A kép érdekessége, hogy újrahasznosítható anyagokból készítették. Szabadkézi rajzok között érkeztek temperás és zsírkrétás grafikák is. A zsűri legnagyobb örömére azonban egy vers is bekerült a legjobbak közé. Nagyon érdekes azt látni, hogy ő bennük ez hogy csapódik le, és hogyan tudják visszaadni, hogy számukra mit jelent a katasztrófavédelem, mit jelent a tűzoltók munkája. Tényleg nagyon hálás feladat, és nagyon nehéz tényleg azt mondani, hogy ő legyen az első, a második, ő a harmadik, hiszen a legtöbb alkotást tényleg jutalommal, vagy hát jutalmaznánk. Az alkotói pályázaton elindult gyerekek tudatukon kívül is elsajátíthatnak alapvető tűzmegelőzési ismereteket, hiszen utána néznek bizonyos dolgoknak, amíg a pályaművüket készítik. Ez az alkotói pályázat egy nagyon hasznos, és mindenképpen egy olyan dolog, amit a továbbiakban is szeretnénk továbbvinni. És nagyon-nagyon remélem, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, ugye az elmúlt évek a Tolna megye szinte minden alkalommal országos első helyen szerepelt bizonyos különböző kategóriákban, az idejévet is így céloztuk meg, és úgy látom, hogy van is rá esély, hogy a későbbi időszakban is nagyon jó eredményekkel tudjunk szerepelni az országos szinten is. Az alkotói pályázat tehát nem csak a gyerekek kreativitására és fejlődésére van jó hatással, a munka készítése közben sok hasznos dolgot tanulhatnak.